De nagyon sok különféle kísérlet, ugye egyet mondok még, mutat arra, hogy a nullának valóban valamiféle szingularitása van egy csomó mindennek. Tehát például csináltak egy ilyen kísérletet, ezt mutatja itt a táblázat lent, hogy hát egy ilyen diákbuli, vagy mondjuk egy olyan előadás, mint ez, annak a szünetébe kiraktak oda a folyosóra kétfajta csokit. Az egyik, ez a lint trüffel, ez egy nagyon lívos, mint szóval Amerikában jól ismert, és ilyen, nem is tudok hirtelen ilyen szuper csokira példát mondani itt Magyarországban, amit úgy mindenki egy szuper csokinak tart. A Hershey Kiss meg egy ilyen átlagos olyan, mint a boci csoki itt, vagy bármi más, tehát egy ilyen tök átlagos ilyen kis bombon csoki. A bolti ára is ennek megfelelően a lint trüffelnek $1.50, a Hershey Kisses-nek meg 10 cent. Kitették, jó alaposan leszállítva, a lint trüffel 15 centért adták, a Hershey Kisses meg 1 centért. Hát egyfelől látszik, hogy jóval nagyobb árleszállítás a finomabb, szóval nívósabb csoki esetén, és ez valóban meg is látszott, sokkal többen vettek 15 centért lint trüffelt, mint 1 centért Hershey Kisses-t, 73%-a a hallgatóknak azt vett, ez lehetett viszont a könnyen elvégezhető kísérlet. Na most ezután azt csinálták, hogy a következő héten, vagy a következő szünetben még 1 centet engedtek az árból, tehát lint trüffel 14 centért volt, a Hershey Kisses viszont ingyen, megfordultak az arányok, durván megfordultak, most már majdnem 70% az ingyenes csokit vette. Miközben a spórolás most is ugyanannyira több volt, sőt, amikor tovább mentek, tehát még tovább csökkentették a értékes csoki árát, 10 centre, annyira nem akarták elhinni, hogy így van, hogy 1 centre is lecsökkentették, annál az alá már nyilván nem lehetett csökkenteni, tehát ez ilyen szempontból nem műszaki cucc, ahol akár ezer voltok, igen, nézhetjük, hogy működik. De még az 1 centnél is enyhe többség a másikat, az ingyenes vásárolta, miközben 15 centért már az inkább a értékesebbet vették meg. Nyilván ez is ugyanaz a szingularitásnak egy másik oldala, üvöltően szingularitás, tehát üvöltően nem arról van szó, hogy ha elég pontosan mértük volna, akkor valami lehet, hogy meredek, de folytonos függvény lett volna, hanem itt bizony valami minőségi változás történt. Ugyanezt történt egyébként a laboratórión kívül is, például az Amazon, a világ Amazon cég, az egyszer pont ebben a szellemben, erről egyébként egy Chris Anderson nevű amerikai szerző írt egy könyvet, ingyen az a könyv címe. Híresebb a másik könyve, a Hosszú Farok, az ingyen című könyve az egy picit már bulvárabb, de élvezhető. No, az Amazonnál azt csinálták, hogy a szállítást ingyenessé tették, minden $25 rendelés fölötti rendelés esetén, azzal, hogy elég sok embernek fogja megérni nyilván az, hogy akkor inkább lesz két könyvet, és akkor a szállítás ingyen van. Az Amazon, a francia Amazonba valamiért félreértették a központi utasítást, és 10 eurócentre vitték le a szállítást, ami amúgy néhány dollár. És ugyanaz az összes többi Amazonban, ahol vannak nemzeti Amazonok, az olaszoknál, a németeknél, Angliában, Amerikában, ott nagyon erősen megnőtt az Amazon forgalma a következő hónapokban, Franciaországban nem. Ugyanez az effektus, tehát az, hogy 10 centire lement, az egy kellemes a szállítás, 10 centre lement a szállítás, az persze egy kellemes kedvezmény, de ezt a szingularitást nem okozta, amitől sokkal többet vásároltak. Egyébként ugyanezért működik, nem ezért csinálták, sőt ezek a kísérletek még nem is voltak elvégezve, akkor, amikor a nyílt forráskód után például a Linuxot vagy a C-t elkezdték csinálni, de ugyanettől működik, tehát ugyanettől tudott igazi üzleti modellé válni, például a nyílt forráskódú programok, mert ingyen van. Az ingyen az egészen más, mint a nagyon olcsón.
Lukasz a múltkor elmondta, hogy a pénzjutalom az kifejezetten rontotta az kreatív feladatban az eredményeket, viszont a nem kreatív feladatban egészen ilyen ugyan, de javította. Tehát minél több pénzt kapott, ott nem volt szingularitás, minél több pénzt kapott valaki, annál jobban teljesített. A kreatív feladatban ugyanez a szingularitás bejött. Na most 2000-es években meg is vételték ezt a kísérletet úgy is, hogy egyszerűen jó vagy rossz hangulatot csináltak a kísérleti személynél, és az derült ki, ami hát hurrá, ez eddig nagyon szép és logikus és örömteli, hogy a jó hangulat kifejezetten javította a kreatív feladat megoldásának idejét is, meg a megoldók százalékát is növelte. A rossz hangulatnak egyébként semmi hatása nem volt a kreatív feladat esetében, tehát ott ugyanazokat az eredményeket kapták, mint az ős kísérletben, 50-60 évvel korábban. A jó hangulatnál viszont kifejezetten javultak.